kis gurmé tábort szervezett a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara Tolnai Általános Iskolás gyerekek részére az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával. A táborban egy héten keresztül különböző a vendéglátással kapcsolatos játékos feladattal, versennyel ismertették meg a kicsikkel a szakmát. Az egyhetes táborban összesen 22 gyerek vett részt. A gyerekek minden nap 7:30-tól érkezhetnek, és 5 óráig van felügyelet. A programok cukrászatot, az a vendéglátás ágazat szakmáit mutatjuk be. Volt itt vendégtéri szakember, volt cukrász, szakács, minden nap tematikus napok vannak, hol görög, olasz, most pedig a mai napon magyar nap van. Vagyis hagyományos rántott ételeket, karfiolt, tököt vagy csirke mellett készíthettek el a gyerekek. Nagyon jól hangzott, hogy így főzünk, meg szórakozunk, tanultunk cukrászkodni, jött hozzánk ugye egy bácsi, aki elmondta, hogy milyen ez az ilyen felszolgálói kaj, és voltunk szakácsnál, sokat szoktam segíteni otthon. Alapvetően a vendéglátás egy olyan ágazat, amelyben mindig szükséges az utánpótlás, mi pedig megpróbáljuk a gyerekeket arra inspirálni, hogy ezeket a szakmákat válasszák, hiszen Tolna megyében alapvetően nagyon sok a fesztivál, nagyon sok a rendezvény, a szálláshely, ahova ezekre az ilyen szakemberekre mindig szükség van, illetve hát tudjuk, hogy Tolna megyében nagyon szeretjük a bort, a borászatot, és ez abszolút a vendéglátáshoz tartozik, mi pedig próbáljuk őket ebbe az irányba orientálni.